a Budapest Airport felelős vállalatként hosszú évek óta nyújt támogatást a repülőtér környező településein és kerületeiben élők számára. A jó szomszédság nekünk tényleg nagyon fontos, tehát ez nem csak egy szlogen itt a vállalatnál, hanem ezt tényleg így gondoljuk, hogy nagyon szoros együttműködésben kell gondolkodnunk, dolgoznunk, amiben tudunk, nagyon szívesen segítünk az itt lakóknak, nagyon sok eseményt támogatunk, TAO támogatásokat adtunk több milliárd forint értékben az elmúlt években, minden településnek, illetve kerületnek, akik itt a szomszédainkban vannak, nagyon sok alapítványt támogatunk helyben, említettem rendezvényeket, de akár közparkok felújítását, játszóterek építését. A repülőtér üzemeltető egyik legnagyobb és legnépszerűbb projektjére, melynek célja, hogy a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér közelében élők zajterhelése jelentősen csökkenjen. Az első két ütemben már több mint 700 ingatlan tulajdonos jelentkezett. A program maga már több mint 10 éve fut, de azt gondoltuk, hogy egyrészt szükség van arra, hogy a korábban is önként vállalt zónán kívül további területekre terjesszük ki a programot, tehát több ingatlan tulajdonos tudjon részt venni ebben a programban. Ennek köszönhetően már mielőtt elindítottuk a programot tavaly ősszel, azelőtt egy több hónapos egyeztetés sorozat előzte meg az intézkedéseknek a kialakítását, megvitatását. Az önkormányzatokkal, illetve az önkormányzati szakértőkkel közösen alakítottuk ki azt, hogy egyrészt mely utcák legyenek lefedve, mely területek a kerületekben, illetve a településeken, illetve hogy milyen szolgáltatásokat nyújtsunk az itt lakóknak, és ennek eredményeképpen született meg tulajdonképpen az a terület, vagy az a lefedettségi zóna, ahol majd a programba jelentkezhetnek az ingatlan tulajdonosok. A nagyszabású zajvédelmi program olyannyira sikeres, hogy ez idő alatt több ezer háztartás bővülhet a felkínált megoldási lehetőségekkel. A korábbi években 1500 ingatlan tulajdonos számára, 1500 háztartás számára ajánlottuk fel azt, hogy élhetnek ebben a programban különböző lehetőségekkel, most pedig további 2500 ingatlan tulajdonos számára ajánljuk fel ezt a lehetőséget, tehát ez összesen azt jelenti, hogy 4000 ingatlan tulajdonos élhet a lehetőséggel. A november 2-ával elindult harmadik fázis, Rákos mentén a Lőrinci út, Bocskai István, Ötvös és Baross utca által határolt négyszögben élők igényelhetik a zajcsökkentő megoldásokat nyújtó szolgáltatásokat. Ennek érdekében pedig most is többféle lehetőség közül választhatnak az érintettek. Korábban is két lehetőség elérhető volt a programban, az egyik az ablakszigetelés, ami azt jelenti, hogy egy plusz üvegréteget húzunk fel az ablakokra, ugye ez nyilván nagyon hatékonyan tudja csökkenteni a beszűrődő zajokat, illetve maga az ablakcsere. Az ablakcserét az inkább 10 évvel idősebb nyílászárók esetében javasoljuk. Itt is egyébként a lakó- és hálóhelységekben ez ingyenes, a többi helységben, hogyha az ingatlan tulajdonos kéri, akkor ott 30%-ban hozzá kell járulni a költségeket, 70%-át a Budapest Airport fizeti, illetve az alapítványunk. Az ablak szigetelés is gyakorlatilag hasonlóképpen működik, tehát a lakó- és hálóhelységekben ingyenesen kérhető. Ezen kívül két további szolgáltatás igényelhető a programban, az egyik a redőnytok szigetelés. Ugye ennek azért van értelme, mert a redőnytoknál is beszűrődnek ugyanúgy az ajok, akár az ablaknál, tehát hogyha valaki az ablakot leszigetelteti, vagy kicserélteti, akkor érdemes már a redőnytokot is leszigeteltetni, hogy ott is meggátoljuk azt, hogy beszűrődjenek a hanghatások, illetve egy szellőztető berendezés, ami gyakorlatilag egy nagyon halk, szinte észrevétlenül működő ventilátor. A program harmadik ütemében érintett lakóingatlanok tulajdonosait a Budapest Airport november 2. felében postai úton, levélben is tájékoztatja annak részleteiről. Továbbá a zajvédelem.bud.hu honlapon a gyakran felmerülő kérdésekre is választ kaphatnak az érdeklődők. Ebben a fázisban is érvényes az, hogy az első és a második fázisban érintett lakótulajdonosok azért a harmadik fázisban is, ha esetleg lemaradtak volna róla, vagy nem tudtak időben jelentkezni, akkor ezt most is megtehetik. Tehát gyakorlatilag a feltételek ugyanazok, hogyha abba a zónába tartozik az ingatlan, ahol éppen az adott fázist telepítjük, vagy kínáljuk a lakóingatlan tulajdonosoknak, akkor automatikusan joga van jelentkezni. Tehát gyakorlatilag egy nagyon egyszerű jelentkezési folyamat van, ki kell tölteni egy űrlapot, amit meg lehet postai úton tenni, online is tenni a weboldalunkon. Akik szeretnének részt venni a zajvédelmi program harmadik fázisában, azok 2024. február 29-ig adhatják le jelentkezésüket.